Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Meg kell, hogy mondjam, hogy nagy öröm, hogy ilyen sokan vannak, mert igazából ez komoly zenére érkezők, pláne vírusos, koronavírusos, covidos időszakban le a kalappal kőszeg előtt, nem hiába liszt is járt itt, úgyhogy ez teljesen örömteli így együtt lennünk most ebben az egy órában, túlva egy órában, hogy mit jelent számomra a liszt, erről szól az egész együttlétünk. Lehet, hogy túl személyes lesz majd az előadás, hogy én mit gondolok a lisztműről, a léprerűdről, és az is elképzelhető, hogy mások máshogy gondolják, de nyilvánvaló, hogy az ember a zenéhez, főleg a komoly zenéhez, az érzelmeknek a hihetetlen nagy tárházán keresztül tud csak kapcsolatot teremteni. Ha valaki nagyon mereven próbál logikusan mindenben így gondolkodni a zenében, az nyilvánvaló, hogy egy ilyen zenetudósként elmehet valamerre, és nagyon klassz dolgokat művelhet, de aki a zene megszerettetésével foglalkozik, minden, hogy én most már a tanári pályában, meg a hivatásomban, mindig az érzelmek oldalról illik, legalábbis én úgy tapasztaltam az életem során, illik megközelíteni a műveket, hogy hat rám, mivel hat rám, mennyire hat rám. És hát ezt szeretném átadni, hogy nekem mit jelent a Liszt lépre lőd című darab. Most az elején bevadnék egy rövid kis anyagot arról, hogy Liszt végül is most a zeneházában is nagy, ott is előkelő szerepet kap, és akkor nézzük meg, hogy miképpen nyilatkozik erről a most induló zeneházában. Liszt Ferenc tulajdonképpen mondhatnánk úgy is, és ezt nem én vagyok az első, aki ezt mondta, hogy tulajdonképpen a zenetörténet első igazi rockstárja volt, aki nagyon tudta azt, hogy mi kell a közönségnek, de mindemellett meg egy olyan tartalommal tudta megtölteni mindazt, amit nyújtott, egyáltalán nem az egyszerűség és a popularizmus volt az, ami őt hajtotta az alkotásban, hanem igenis volt egy sokkal magasztosabb célja mindazzal, amit létrehozott. Olyan technikai eszközöket használt, amelyet addig soha senki, és olyan módon tudta mindezt megjeleníteni, ami abban a korban elképesztő volt és elképzelhetetlen volt. Tehát nyilván ez a fajta rendkívül látványos zongorajáték, ez abszolút benne van az ő népszerűségében. Ebben a montázsban Lisztnek az utazásait vettük górcső alá. A legfontosabb eleme az, hogy végigvettük azokat az állomásokat, mind helyi, mind pedig időbeli szempontból, amelyek Liszt életében fontosak voltak. Nyilván a Liszt életét nagyban meghatározó háromszög, tehát ez a Weimar-Róma-Budapest háromszög, ez nagyon fontos szerepet tölt be ebben, de rengeteg olyan, hát ha nem is rengeteg, de azért jó pár olyan darab szerepet kapott ebben a montázsban, ahol effektíve helyeket mutattunk meg, és azt gondolom, hogy az egyik legérdekesebb az volt, hogy ugye Liszt, aki mai szemmel nézve is egy nagyon szép kort élt meg, mennyire változatos és mennyire nagy utat tett meg az ő alkotói vonalában, az egészen fiatalkori, a rapszódiák korszaka, és aztán meg a gyakorlatilag a ma is modernnek nevezhető műveivel. Alapvetően azt várom a Magyar Zeneházától, hogy nyitott legyen, hogy kicsit megpróbáljuk lebontani azt a falat, amit a kultúra köré vonunk. Én nagyon reménykedem abban, hogy megtalálhatjuk azt az átjárhatóságot, ahol létrejön a kommunikáció a különböző kultúráknak a különböző típusai között, és nagyon remélem azt, hogy ez sok embert késztet majd arra, hogy kicsit többet foglalkozzon mindazzal, ami őt körülveszi. Most erről a zeneházáról még egy kicsit visszatérve, hogy nagyon nagyszerű dolog az, ezt Szombathelyen tapasztaltam meg először igazából, hogy a könyvtár, nem csak könyvtár, hanem igazából azt mondanám, hogy,
hogy az, ezt látni és hallani kell sorozatomban, a komoly zene, hogy mondjam, propagálásának egy fantasztikus helye lett. És úgy érzem itt is a könyvtárban, hogy ez a kedves meghívás történt, hogy itt lehetek, úgy érzem itt is, hogy most ilyen sokan vannak, hogy a komoly zenének hol lehetne helyet adni klubokban, régen voltak klubok, ugye, de nem éppen komoly zené klubok. És a könyvtár, ez valami nagyon jó hely, a fantasztikus jó hely arra, hogy 20-30-40-50 vagy nem tudom, talán több ember is összegyűjjön. És havonta nekem szombatér az nagy élmény, hogy ott is most már elég nagy létszámmal jönnek visszatérő emberek. És ez fantasztikus. Tehát, hogy a zenének a mai világban, a komoly zenének hogy találjuk meg a helyét, és hogy tudjuk továbbadni, az egy nagyon fontos dolog. És ennek, én most azt mondom, hogy a Kőszegi Könyvtárnak is hálás vagyunk, hogy hálásak lehetünk, hogy most erről a léprelődről ilyen beható elemzést ugye hallhatnak itt önök is. Hát kérem szépen, a partitúrája, ami pedig ugye az egész kottáját, a zenekari kottáját tartalmazza, majd mutatom ugye az első oldalt, hogy abban a világban, amikor abban a korban, amikor régebben kiadták ezeket a kottákat, egészen máshogy néztek ki a borítók, mint mondjuk most egy léplelőtt kotta, mint mondjuk a magyar kiadó kiad, zeneműkiadó kiad. Nézd meg, hogy milyen fantasztikus, gyönyörűséges cirádás, minden, már a borító is így volt megírva, megszerkezve, hogy valami eszméleten gyönyörűséggel kínálta a kottát. Nem hiszem, hogy sokkal többen nézték akkor is a partitúrát, mint most már lehet, de ez egy fantasztikus gyönyörű dolog volt, hogy megfogom a könyvesboltba, és akkor azt mondja, hát ez valami csodálatos, valami fantasztikus szép, hát csak belelapozgató, ugye? Vagy egy sima borító, és akkor azt mondom, hogy rámenő, hogy néz lépre, mint zenékiadó, nézd meg, most érdekes, nem? Tehát hogy milyen gyönyörűséges dolog szólt. Most nyilvánvalóan volt egy üres lap, most mutatom a partidát, azt akkor volt csomó információ erről, arról, amarról, most nem annyira érdekes, megint volt egy szép kis lap, hogy majd az ember kibogarázta, aztán írtak a műről is, úgy, ahogy most is szoktak írni, és akkor meghozták az első partitúra oldalt. Ugye, még egy picit mielőtt még lejjebb mennék, hogy a gimnáziumi tanításaim során megtapasztaltam azt, hogy zenét tanítani kotta nélkül nem szabad. Ugye mindenki azt mondja, hogy nem tudok szolmizálni, nem tudok így sem, nem tudok hogy mit tenni, de azt, hogy én szolmizálni tudjak, ez egy, vagy tudok beszélni, vagy tudok esetleg egy nyelvet, vagy kettőt, vagy mit tudom én, tudok főzni, vagy kapálni, nem tudom sem, lehetne azt, hogy tudok szolmizálni. Tisztelettel és nagy szeretettel emlékezem vissza polgármester úrnak a köszöntőjére, mikor itt szeptember Valányrékán ugye énekelt. Hát, valami fantasztikus megélmény volt, ugye? És méghozzá tisztán, szépen, moltnek és dolog, hát értem is egy kis cikk, egy kis verséget, mert annyira megfogott. Na most, ha ilyen lehetőségünk vannak, hogy egyszerűen a zenével kapcsolatban tudunk kerülni, akkor azt mondom én, hogy a titok a kottában van. Az, hogy én mit gondolok a műről, mit hallok a műről, mit érzek bele, hogy ennek milyen szép, meg a könnyeim folynak, olyan gyönyörűen szól, meg a Isten milyen gyönyörű, meg vagy milyen vad, mondjuk egy mai diszkóban, nem mi szól, egészen máshogy szól. De valaki azt mondja, hogy mi a titka a műnek? Pláne komoly szép, szóval kottában van elrejtve. Hát nézzük most lejjebb. Rengeteg hangszer szerepe. Fuvola, aztán egy másik fuvola, ugye, akkor obóval, klarinét, fagot, kürtök, négy kürt, trombitából is van kettő, aztán pozából, harsonából is van, még basszuspozán is van, tuba is van, üsdobok vannak itt ezek az üsdob, hárfa is van benne, aztán van a szokásos violina, egy violina kettő, brácsa, ugye, aztán violoncello, kontrabassz, tehát ennyiféle hangszer van egymás alárakva egy partitúrában. Van olyan, aki életében nem látott, vagy nem fogott partitúrát, biztos van itt közöttünk is. Tehát valaki azt mondja, hogy oda menki egy zenekar anyagot egy koncertnek a végén, hogy ezt játszottuk. Hát azt mondja, köszönjük szépen, mit hazát, mit csináljuk vele. De aki azt mondja, hogy hát kérem szépen, köszönöm szépen, hogy ott elkezdem bogarászni. Most mi elkezdtük bogarászni ezt. Még ezzel visszaviszem így,
hogy a fuvósok közül senki nincsen először az első ütemekben. Így végül kell olvasni a partitúrát. Senki nincsen, és akkor megszólalnak a vonósok egy olyan módon, hogy az, ez a kedves első pizzikátó, ugye, úgy vannak, hogy pengedi pizzikátóval a vonósok, egy cél szólal meg, aztán szünet. Sőt, szünettel kezdődik. Hogy kezdődik a mű? Szünettel. Miért? Hát nem tudjuk, mert kibogarászunk. Dom, szóval még do, aztán átváltanak vonóra hegedűsök árkóval, hogy do, ti, mi, do, la, szól, la, do, mi, szól, la, do, mi, mi. És melyik fője, Tehát valami olyan van, hogy én arra gondoltam egyszer csak, már sokszor tanítottam a gimiben, arra gondoltam, hogy mi ugye a léprelő a születéstől kezdve a halál kapujában megszólaló örök élet fénye dicsőségének a mámoráig vagy a beteljesedéséig szól. Ez a léprelő. Az élet, az előjátékok sorozata a halál belépésével megjelenő gyönyörű túlvilágnak lényege, mondjuk, ami a Liszt agyában benne lehetett. És akkor, tehát elindul egy picikát, egy élettelen semmi, én azt mondom erre most nagyon durván, hogy ez egyetlen egy pici kis valami sejtfej, nem tudom. De még lehet, hogy sejt sem. Lehet, hogy csak egy pici kis, a megtermékenyülésnek egy pillanat a pottya, és a másik hol van? Mert ha így lenne, akkor kéne a logikának a másiknak is lenni, egy férfinek, egy nőnek. Most azt mondom, hogy ez célről indul, és a Lisztnek azt mondja, amikor egy világ érezte, azt mondja, hogy ez nem lehet igaz. Hát egyre nem lehetek élők, hogy már 5-10, de hány éve tanítom, és ez még föl sem jelent bennem. És akkor mit történik? Ugye, hogy fölmegy ez az egész itt egy fuvola, oboa, klarinét, do, di, ri, valahogy föl. Honnan jöttem? Egy valami kis megfogonás, és hova tartok? Hát szólt rám föl. Most ezt így egy oldalon megtapasztalni egy kottaképű padugából, mikor ugye ezt kezdődik, azt mondja, hogy most már kezdem szeretni még jobban a Lisztet. Szinte filozofikus mélységben van az első oldal. Nézzük meg a második oldalt. A második oldal ugyanígy van, és ebben ez a döbbenetes számomra, hogy ugyanaz a rend, ami az előbb megtörtént, ugyanaz a rend megszólal. De most megint csak pizzikátóval, tehát fengetéssel, de nem első pontban a C hangról, hanem most megszólal egy D hang, egy ilyen följebb, tehát másról szól. De ugyanaz a semmi élettelen pizzikátos pöccentés. És akkor azt mondom, hogy megvan a kettő. Elkezd alakulni? El. Itt meg azt mondjam, lam, lam, la, si, la, si. Nem azt mondja, dót itt mondod, hogy la, si. Tehát más. Az előbb van egy dós, gyurosabb, ugye? Most van egy morosabb. Tehát mondom, hogy növélyesebb tovább. Nem biztos, hogy lehet, hogy ugyanazt még egyszer megismíti, nem? Elkezdtem. Hogy lehetséges-e? Miért nem néztem még én előbb, sokkal előbb a partitúra? Most menjünk tovább. Ugyanez eljátszódik, mert följebb, és ugyanígy eljátszódik, most ezt tovább aztán nem fokozom így ezt a partitúra részt, és ugyanúgy hozzájön ide a felső részbe, még magasabbra megnézzük meg, hogy a 1-2-3 pótvonalas hangra fölmegy még a fuvolákkal legmagasabb, valami éteri világban, hogy hova jön ez a megfogantatás, mi lesz a vége? Ugyanaz, mint a majd a műnök vége, hogy kinyílik egy nagy kapu, és akkor ott falvárok, dubák, harsonák, kürtök, világa fényesedik gyönyörűségké. De most akkor menjünk tovább. Ezt itt bezárjuk. Ennyi a partitúra elejéről. Hallgassuk meg ezt. Úgy, hogy zongora kivonatban.
megvan. És most jön a második rész, a D-ről lévő. Ja. Fönt a fuvola, az éter, és... És most mi történik? Zikótából egyre inkább egy cserkéccsel, többset még inkább. Tehát szakaszok. Második már. Mindig fölfeltől, fényletől. Harmadik. Ugye mindig az a motívum bomlik, hol így, hol úgy, osztódik, formálódik. Ugye azt mondom, és most egyszer csak elkezd nőni, és jön egy hosszabb szakasz. Egy. Harmadik ütem. És mi lesz? Bim, 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 da. És megszületik a... valami ugye alakul, mint a do, di, mi, do, ott abból, ahol a do, di megy lejjebb, hol a mi megy följebb, alakulnak ezek a kis szakasz, és egyszer csak az örömmával, mint a megszületne. Nem? Valakinek jön a hír, hogy vagy ott van ott, hogy fölsül a pici, ha, kész. Nem? Itt van, ez a fantasztikus, pam, 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 ugye, ott szólnak azok az újjongás, nem tudom, akar kifejezni az örömtől, ugye? Vagy meghallgatjuk az egész zenekari részt is. Most nézzük, hogy ez az öröm mivé bomlik tovább, mert mindig bomlik, bomlik és alakul tovább. A születés. Itt megállap megint, mert egy újabb pillanata van a nőnek, hogy végre, vagy talán azt mondta, hogy most először megszületik egy gyönyörű dalla. Mi re szó, mi re do, la do, re. A mi-től a mi-ig. Mi, ré, szó, nem? Hát az ugye, hogy mi, ré, szóban mi van bent, hát az a döbbenetes. Aki azt egyszerűen megéri, átéri, Liszt zenében, majd meghallgatjuk egész koncert szól, hát az, hogy végig, ezt vártam, hogy megszülesse egy ilyen dalla. Eddig mind csak a dóti mi, dóti, 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 ment tovább, ugye mindig csak akart, bomlott, bomlott, most meg, mi re szó, mi re do, la, do, re, mi. És nem tud elpedelni, hogy talán ismételik, mi re szó, mi re do, la, do, re, mi. És mi re szó, meg szó, és erre bomlik, és olyan, mint mikor egy pici kis, ott van az ölembe, vagy egy kezembe, vagy fogom mindegy kis maroknyi kis gyönyörűség, és ez csak pont jöjj, hát most már mozdul a kezel lába, hogy ez valami fantasztikus. Tehát megszületett egy dallam, én azt mondom, hogy az élet dallam ez. Tehát ez most nagyon szép. Hát kérem,
kérem szépen, ezt is, ezt az opera részt innen kivesszük, vagy befejezzük, ezt csak ilyen példának mutattam meg. És akkor most nézzük azt, hogy amit végig fogunk most már hallgatni, hogy itt van az egész zenekari mű úgy, ahogyan írva vagyon. Partitúra mellette van mindig. Egy. C. Kettő C. És jönnek a fuvolák fönt, meg oba a klarinét, ráflenek vonósok lenn, fönt óvább pedig. És egy ilyen kis korona szünet. A másik, a hölgy, a nő nemű része, mol, dére, egy, élettelen. Ugye meg a másik? Most molba megy át. Fönt meg ráflelnek a fufósok. Nagyon jó látni is egyben olyan szép muzsikusok, hangszerek. Klarinét fogott. Mindjárt. És most elkezdődik a kibomlás, vagy az osztódás. A bővülés. Meg most már B hangról. Ugyanaz a kottakép, csak H hangról. Utolsó két ütem. A vonósokkal ugye. Most az egész tírali. Még egyszer, második, kívali. És föl erősödik. És az öröm, mikor, most. Milyen hosszú?
az a harmadik, pontosan a másik, de az elejével együtt, a harmadik igazán gyönyörű dal, szóval mi fa mi szól, hé, gyere, szól. Mondom magam, mi lehet ez? Az a halál születéstől, születéstől a halálig, milyen pont lehet ez? Hát az az ifjúkori, ugye fiatalkori, gyerekkori, serdőkori érzelmeknek a szépsége, a szerelemnek a motivum a dallama. De ez hogy annyira, hogy a szívet megmozgató, az mondja, hogy mi fa mi. Azt mondja, mi fa mi. Vágy, nem tudom elmondani, nem? Mi. Nem érdekes, nem? Vagy érdekes, de nem annyira, de mi fa mi. A mire a ri, mire a fá, ott van közel, és van hihetetlen gyönyörű. Szó, ré, veli, ré, szó. Ugye egyszer mivel mondja egyszer meg? Ré, de most már kinyílő kimeri mondani az, hogy szó, és nem minden meghalni. És akkor ebben belebódul. Hallgassuk tovább. Kürtökkel szív. Veszik a fafúvósok. Nem, ez viszik haza egész este, ezt fogják dudolni. És szenvedés. Nagyon misztikus. Meglátom. Általában az oboák, klarinetok is, de az oboák a művekben, Beethoven 5. szimfóniában, a Mahler szimfóniákban, azt nem mondom, hogy a magánynak a dallamai. A Beethoven 5. szimfóniában ismert, hogy ugye zúgok egész, két-három percen keresztül, ez csak vannak az első tétel közepén egy egészen tünemésen egy szállóból szól, egy koronás ilyen ütemtájékán, és az, hogy az a Beethoven 5. szimfónia róbajas, roham az első tétel, a súlykolás, a sors hada, ugye ellen ott van egy szállóból utána, senki nem szól már, csak egy szállóból. Most itt is hallgassák meg, hogy ennek a boldogító érzésnek egyszerűen lesz egy olyan érzés, hogy lehet, hogy csak államideán volt, Plátói szerint mondok én más bele ilyen dumát, de én beleérzem, hogy és mellett ott van egymás, aki meg pedig nem nincs beteljesült ilyen érzelmi gazdasága, ott van az oboha mellett, hogy nem mindenkinek lehet ilyen boldog. Mi fa mi. És
krimi. És nézzük, van egy hosszú örvény. A sodrás, az élet sodrás. Elvesztélem, és akkor azt mondja, bekújja a kürtözsbe a trombitás. Ta-ra-ram, 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 pam, előre bráltam. Ta-ra-ram, 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 pam, ta-ra-ram, 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 ta-ra-ram. És ugye még picire, nincs megállás. Még hol van a beteljesedés? A hallagotani gyönyörűen világ, a vész, liszt. Hogy jut el odáig ezünk után? Még lehetom még egyszer, most ott megalkotják 150-szer, azon akarják. A trombita mellett, de följövök, ugye, ta-dám, 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 megvan a trombita mellett, ugye, vannak ezek a ta-dám, 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 pam, turrum, pum, és megvan a dob. Tehát mi van ott? Az, hogy a küzdelem, meg a, én kicsit durva vagyok, de én bennem ez így játszódik le, minden dobütés, ilyesfajta dobütés, nem pedig pompázatos kísérlet, mondjuk egy barokk oratórium vagy egy dobütés, az más, de itt, egy programzenéműben, a, bocsánat, túl erős vagyok, ugye a koporsó kopogásának a zúgását, ugye nekem, csodába vagy elveszett, zúg a doborot alatt a lisztnél. Próbálj ezt így, hogy fönt az éjjel, menj tovább, ha nem akarod, elveszel. És egyszer csak vége szakad, mert jön a következő életszakasz. Hallottál ezt az obóhát? Megint ugye egy szál magában ott van. Előtte egy 3-2 perce zúgott az egész zenekar. De most ott vagyok egyedül. Ad erőt a liszt hozzá, hogy tovább menjen. Ez a remény, gyönyörű perce, másodperce. És huncutul, mondom én, mit rakod a hegedűk magas regisztereibe, ott alul a sorban, alul a negyedik sornál lehet jobban látni.
mi mindent átértél már, bölcsebb lettél, és már magad, magadra ránézve szól ez a dalomot föntegyük. Fantasztikus mélység, fantasztikus mélység. Fiatal 18-20 éves korában is letérdelt a templomba, és imádkozott, hogy ő pap szeretne lenni majd. Tehát egy ilyen lélekről van szó. És meg azt mondja, hogy mi re szó, mi do la do re mi, és ez a harsonákkal, az égi harsonának a meghallás, hogy hívva vagy, gyere, várlak. Hallgassuk ezt így. Thank you.
csaták küzdelnek az élet és a halál között. És figyelj, azt mondja, ilyet még nem hallottál. Azt mondom, hogy akinek ilyen hite van, hát az nem igaz, hogy nem, most bocsánat, aki nem hívő, akinek ilyen hite van, hát nem igaz, hogy nem valami gyönyörűséges lelke van. Hogy az, hogy így tud örülni annak, hogy Uram Isten, egyszer hozzád közel kezdhetek. Sok ember, aki tetszolál állapotában, ugye azt mondja, fényességet láttam alagodban, fényeket. Mit lát, mit liszt, mit hallott ő most? Rezegnek a fényeit, tobzódó, vakító fényeit. És mi lesz ebből? Alig van már hátra valami. Trombita! Sodrás, egy ilyen halucináció. Százszor hallottam, gimnáziumi tanítás során minden évben ugye volt egy osztály, harmadik osztályon lesz, romantika jött, vagy később a második osztályok már csak, ugye, akkor két év volt. És minden évben ezt meghallgattam, óra előtt legalább kétszer, háromszor, négyszer, vagy ötször, azért, hogy úgy tudjam tanítani, hogy itt van már a fülemben az összes hangja, most disznóság, hogy ezt mondom, de minél több hangja a fülemben van. Meg az élmény. A zenében két dolog nagyon fontos. Hallgatom, vagy átélem. A zeneszerzők átélve írták le, hogy hallgatva éljük át. Ha eljutunk a hallgatásig, első kapu. Eljutunk a második hallgatásig, ismerős a mű. Némely dallama. Eljutunk a harmadik hallgatásig, már talán az ismerős részeket várom, van amelyek föl se tűnt, hogy már hallottam. Jön a negyedik meghallgatás, ötödik, hatodik, és mindegyre inkább azt érzem, hogy vége a műnek, és amit én sokszor szoktam érezni, hadd halljam még egyszer az egészet. És ha ez megvan, akkor kezdődik az, hogy belém kezd oltódni a koronavírus ellenzene helyett, a komoly zene gyógyító injekciója. És úgy szárnyaltad, hogy szerintem a Covid is legyőzi. Azt most zárnyaltad, csak budaság. De hogy immunerősítő biztos, hogy lélekerősítő biztos.
És kérem szépen azt, hogy, vagy nem is kérem, hanem javaslom, vagy szeretném pontosabban, hogy ezt a művet, ezt mindenkivel ismertessék meg, akiket szerettek. Mindenkivel. Tizenvalahány, nem olyan sok perc, 20 percen belül, 22 percen, még belehallgat, fél órán belül megvan a szeánsz. Sötétbe, sötét szava, felhagató, egy szál pislákoló kis fénye valahol meghallgatni, miért lefekszenek. Azt mondja, hogy ha nem kerek föl reggel, Istenem. Hát kérdez szépen. Azt mondja, hogy van még egy pár percünk. Ha arra gondolok, hogy ugye Liszt járt itt, és ezt a zenét én már most innen leteszem. Ezt a zenét innen leteszem, és mondjuk a az utolsó oldalát ide mutatom önöknek, a műnek. Hogy ugye úgy kezdődött, hogy egyetlen egy kis C hang volt kopulázva a vonószenekar, ugye pincikádva, pengedve. És most az van, hogy a vonószenekar első, vagy a második kerülő brácsa, cselló és bőgő, hogy így van a kalorítósokban, tele van hangokkal. Az utolsóban. Hát megosztja a Liszt a vonósokat is, hogy nem úgy, hogy első hegedű, második hegedű, az első hegedű elsője, a második, a harmadik, a negyedikje, négy fele osztja az első hegedű is. Még négy fele osztja a második hegedűt, négy fele osztja a brácsát, aztán a csellósokat is. Mindenki, aki ott van, ugye mindenki más hangot, vagy más úgy játszik, mert akkor a fantasztikus a vége, nem? Most azt mondják valaki, hogy mi tetszett ebben a lépdelődben? Akkor az ember azt mondja, hogy hát az egy hang C-től, ugye, hova jutott el? A C-ig hangzatában a C-dulig, a fényesség hangnemébe, ugye? Mert azt mondjuk, hogy ha itt van a műnek a utolsó része, ugye, hogy a fényesség C-dúrjába, akik zenében jobban elmélyedtek, vagy ismerősek egy pizében, tudják, hogy minden hangnemnek más-más-más a karaktere. Van olyan, amelyik szomorús, a G-moll szomorúságos tamináriája. Van olyan, ahol nem szomorúság van, hanem tudom, akartam szólni, hogy a lovagteremben más van ilyen. Köszönöm, hogy itt voltak eddig, és nagyon kedvesek voltak. És ugye ott van, hogy egy zeneelméletben járdósabb ember azt mondja, hogy a C-dur fényét hol tud meghallgatni leginkább? Hát azt mondja, hogy itt a Liszt lépdelődben. Hogy tudsz meghallgatni olyat, hogy most itt nem énekzene óra van nyilvánvaló, de a diákjának szoktam mondani, hogy annyi kereszt és módosító jel, B, meg minden van a zenében. Ugye ez a mű, ha lenne több idő, vagy egy mélyebb elemzés ugye erről a műről, akkor nyilvánvalóan az ember többször megállt volna még, hogy a kottogében hogy vált át hangnemeket. Mozart Beethoven idejében volt egy tétel C-durban, következő tétel mondjuk egy kvintel följebb volt. Ugye a G-durban, aztán megint volt valami más, és újra a C-durban lezárt. Itt pedig két-három ütemenként keresztek tömkelege szűnik meg, és végtömkelege jön elő. Ugye, hát itt most a végén minden kitisztul újra fényét C-durrá, de közben rengeteg keresztek módosítóját láttuk. Mikor azt mondjuk, hogy mi fa mi, ugye mondják a gyerekeknek, hogy szól mi zaj. Do, re, mi, fa, szol, la, di, do. Hát tudod elkönni, de ügyes vagy. És megelégszünk vele, hát már is nagy dolog. Szoktam mondani a gyereknek, hogy mit vesztek észre, hogy do, re, mi, fa, szol, la, di, do. És akkor néztek rám, hogy semmit. Do, re, mi, fa,
szólátidó. Egyik másik zenés be a zsákhez kuncolni. Szerintem ezt nem tudom megtenni. Mondom, mit nem tudsz megtenni? Hát, hogy ugye fölfele mondom a szöveget, és a dallamot még lefele énekelem. Do ti la so fa mi re do, én meg azt mondom, hogy do re mi fa so la ti do, és nem tűn föl. Úgy, miért? Mert az ember csak hallja a szomnacos dolgokat, de a dallamát azt nem tudja, hogy három, négy, és utána elmentek ide a második, harmadik, vagy másik két osztályba, hogy vigyázzatok, hogy rosszul fogja énekelni, vagy nem rosszul, hanem becsap benneteket, ugye, szokták mondani, ugye. De ugye a fülünket ki kell nyitani sok minden szépség. Volt egy kedves kis ismerősöm, és akkor még visszatezem a végére egy picit, hogy így a szombathely előadásainkban egy idős bácsika nagyon nehezen járó bácsika, majdnem mindig ott volt az előadásaimon, és mondta nekem, hogy tanár úr, én azt hiszem, hogy értem a kottát. Mondom magamban, hát nem semmi, hogy semmi köze a kottához nem is volt, semmi köze, de mondjuk 6-7-8 vagy 10 előadás, mert így végighallgatott már, és minden előadásban van kotta, mert hát arról van szó, az igaz, csak titka, ugye, és azt mondja, hogy hát, hogy ugye értem, én értettem, hogy mit mond, hogy majdnem megértem, vagy értem, ugye, nem zenelméletileg, de hát olyan egyszerű, akkor olyan világos, hogy hát nem, csak mi kell hozzá nekünk? Mint a nyelvtanár, egy idegen vezető, aki a kottáról és a hangzőzenéről összeköti a kettőt, hogy ez a rokonság, ez a kapcsolat a kettő. Kérem szépen, lejárt az időnk, van még 4 percünk, én visszateszem a műnek egy pár utolsó részletét, hogy ezt vigyék el magukkal. Ez a dallam, bocsánat, elénekelem a fontos dallamokat, hogy a fülükbe, mind a, nem tudom, hogy belefúródjon. Azt mondja, első az volt, hogy mi re so mi re do la do re mi. Ez volt a pici. Megszületett már teljes szép dallam először. Utána volt megint miről kezdődő. Mi, 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 fa, mi. Ez az érzelmekkelé szerelmes szép dallama volt, ugye? És akkor voltak ezek a trombiták, hogy pam, pa-pa-pam, pa-ra-ram, pam, ugye ez előre mozdító része. És akkor a végén, meg ugye, ami nagyon fontos, ha meghallgatják még egyszer, és várják ezt a pillanatot, amikor a rezek szólnak ott fönt, ja, és vannak a lassítások, mikor valami be fog következni, és mondjuk kinyílik az a halott Tesla-t állapotban sokak által emlegetett fényáradat, ugye, a lassításokat, ez csak páf, és kipattani, és utána pedig az, hogy a végén meg pedig majd próbáljuk visszaidézni otthon is, hogy vagy ahol meghallgatják, hogy olyan lassítás van, ezt még itt lepörgetem ide, mielőtt még elhoznám, ugye, itt van a felirat, hogy molto ritardando, nagyon lelassítva. Molto ritardando. Tehát akkor azt mondja, hogy do, ti, do, ti, do, ti, do, re, mi. Aztán mondja, hogy a fa, és utána azt mondja, hogy mi. Ugye? Tehát annyira gyönyörű, hogy most ezt mindenki látja, hogy itt a 30 sort énekeltem, abból mentem tovább, és miről még nem mondtam, de nagyon fontos, hogy sokszor ugye koncerteken mi történik. A karmester, végét mondtam, hogy azt mondjam, do, ti, do, re, mi, fa, mi. És akkor zúgott a fül az őrültek, ugye, mert hatalmas. Ugye, sokszor a karmester, aki úgy vezényi a művet, hogy le van írva, azt mondja, hogy mi, fa, mi. És még megint a kezed, senki nem mer tapsolni. Miért? Mert
nem a műnek a vége, hanem ez egy kapu kinyitása, és amit én is akartam mondani ezzel a művel egy befejezésül, mindnyájnak szól egy fél kiáltójel az életet. Miért tartsd magadat? Ugye? Tehát figyelmezted is, hogy megnyílhat az ég előtted, hát göröngyös útja van. Akkor ezt az néhány másodpercet még kérem, hogy ezt hallgassuk meg. Lehet, hogy hirtelen nagy erővel fog szólni, de attól ne ijedjünk meg. Sokszor szoktam engedni a tapsot. Fiatal tanárkoromban úgy vágtam össze a videókat, hogy leindítette a kedves karmester, én rögtön elvágtam a videót, ugye, hogy időt takarítsak meg az órából, ugye, hogy meg mi egymás, mert ott most tapsát, mindenki tapsot kész. Ugye. És akkor majd inkább, hogy elkezdtem így jobban a szakmát érteni, a pedagógiáját érteni, az ott bennem, hogy hallgass meg, hát fordítani tanulva, azt mondta, hogy tanár úr, hát igazából azért tetszik tudni, és akkor nagyon okosan így elmondta, hogy azért ugye a maga korosztálya még szereti a zenét, akkor van azért, de azt mondja, a többiek aztán már nem annyira. De? És akkor mi volt? Mit tennem? Hát mutatom neki a tapsot. Pláne amikor óriási nagy ilyen szabadtéri 10-20 ezeres tömegeket látni, ugye a hegy oldalba beleülve, ugye, és akkor vannak egy koncertek, hogy sokan szeretik ám, ugye? Még lásd meg azt, mikor vagy a korszatokat is lehet látni. Voltál már ilyen teremben? Bemerészkedtél? Menj be! Nem dobnak ki onnan. Ugye? És akkor azt veszem észre, hogy azt vettem észre sokszor, hogy mondjuk egy ilyen műután, sokszor volt ilyen a műután, hogy megy ki a diák, ugye az ajtón, ott az ajtó, ugye? És akkor mondja, hogy viszont igen, vége a műnek. Tudja, hogy hát a végén általában én nem szoktam dobálni, ha megvan az, csend és vége. És akkor elvisz az élmény. És akkor viszont látod. Viszont látod.